Imádkozzunk. Atyánk, hálával állunk most előtted, de inkább térdre borulunk most, hiszen a mai napon ünnepeljük azt a váltságot, amelyet fiad, a mi Urunk Jézus hozott el nekünk. Érdemtelen létünkre fölfigyelt ránk, amikor még bűneinkben voltunk, és már akkor szeretett bennünket, amikor mi még saját magunkat sem tudtuk szeretni, vagy rosszul szerettük, és te rád ügyet sem vetettünk. Te neked már akkor ügyed volt, hogy megments minket. Föladtad az égi trónust, eljöttél értem, és meghaltál a kereszten, váltságot hagyva. Számtalan jelét mutattad nekem, hogy hozzád kellene térnem. És Uram, hálát adok, hogy későn, bár, de mégis talán most jobban és inkább figyelhetünk igédre és szavadra. Legyél ma velünk, legyél azokkal, akik betegségben, szenvedésben vannak, akik talán még nem ismernek téged, vagy nem úgy ismernek, hogy te hozzád az egyedüli Úrhoz lehet kiáltani. És áld meg alkalmainkat, hogy merítsünk belőlük, és hogy mindazoknak tovább vigyük ezt az áldott örömhírt, hogy te vagy az élet ura, hogy megölted a halált, hogy van jövőnk, és hogy kinyílt az új tavasz, még akkor is, ha télen csak a havat látjuk. Legyen áldás a mai alkalmon, szívünkön, és buzdíts föl bennünket. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet délelőtti istentiszteletünkön, és menjünk rögtön a keresztfához. 104. énekünkkel a keresztfához megyek, hiszen itt lelek életet. Thank you.
Bibliánkat, Márk evangéliumát nyissuk meg, a 14. részt és a 43. verstől olvassuk az igét. A 14. rész 43. verstől olvassuk az igét, és Jobbá Csongor testvért kérem majd, hogy imádkozzon az ige olvasás után. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik: akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor beért, azonnal hozzálépett, és így szólt: Mester, és megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Egy valaki az ott állók közül kirántotta kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: úgy vonultok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutott. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mind. Péter távolról követte őt, be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor azt mondta: én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap középre állt, és megkérdezte Jézustól: semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta: én vagyok. És meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta ruháit, és így szólt: mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki: most prófétálj. A szolgák is
arcul verték őt. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg fejünket imára. Amen. Foglaljunk helyet, és hittel nézek keresztfádra, üdvözítő Jézusom, értem mentél Golgotára, hogy lelkem mennybe jusson. A 103. énekünk első 3 versszakát énekeljük. Sok évtizeddel ezelőtt egy kisfiú otthon a nap vége felé
ráébredt arra, hogy a kötelező olvasmányt nem olvasta még el, és ez a kisfiú jó pár évtizeddel ezelőtt érzékelte azt, hogy nincs mese, neki kell kezdeni az olvasásnak. Hát ráhasalt az ágyra, és olvasni kezdett, de mivel gyorsabban kellett volna elolvasni ezt a kötelező olvasmányt, mint amennyi ideje lett volna rá, ezért gondolt egy nagyot, hogy gyorsítja a dolgot. Kezébe vette a könyvet, és úgy kezdte el olvasni, hogy az egyik oldalát azt szépen rendesen olvasta, viszont a másikon futtatta a szemét, és ahogy hát gyorsan lehet olvasni, úgy olvasta, aztán lapozott, és viszonylag gyorsan ment ennek a kisfiúnak az olvasás. Az ötödik, hatodik oldalig sem jutott el, amikor azt érezte, azt tapasztalta, hogy nem érti, mit olvas. És különösen akkor, amikor vacsorához jött az idő, és egy-két keresztkérdést kapott szüleitől, akik járatosak voltak a kötelező olvasmányban, így aztán kiderült, hogy kezdheti előről. Nem áll össze a kép. Ha a dolgoknak csak az egyik oldalát nézzük, és a másikat vagy nem vesszük tekintetbe, vagy pedig átfutunk rajta. Mai nap a Márk evangéliumi ige szakasz három esemény köré csoportosul. Az egyik, hogy Jézus Krisztust fogságba ejtik, és aztán beviszik, és elkezdődik a per, a tárgyalás, és aztán kimondják a halálos ítéletet. Ez Jézusnak az eseménye. És ahogy olvassuk magát az oldalakat, nem találkozunk saját magunkkal, és mégis ott vagyunk. Mert hogyha Pállal a Galata levelet föllapozzuk, akkor a jól ismert ige szakasz köszönt ránk. Ezt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Elgondolkodtam, hogy honnan lehet is nézni ezt a történetet. Lehet úgy nézni, ahogy az evangélium maga elénk tárja, vagyis, hogy megyünk a kereszt felé, ugye Jézussal együtt, és az állomásokat végig éljük, az elfogatást, a pert és a halálos ítéletet. Igen ám, de amikor Pállal rádöbbenünk arra, hogy hiszen mi meghaltunk a Krisztussal, nekünk új életünk van, tehát mi már meghaltunk, és azt olvassuk, hogy bennünk ott van a Krisztus, akkor mi nem a kereszt felé megyünk már, hanem meg vagyunk fordulva, és ott vagyunk fölszegezve mi is a kereszten. Így visszanézni az eseményre, már nem csak az látszik, ami addig, hanem azt látjuk, hogy a kereszten magán, aki odaadta az életét, és tulajdonképpen föl van feszítve, abban a Krisztus és ő már egy. Persze megmaradok én is, de az életem már nem az enyém, hanem Krisztusé. Ott már az út az Istennel egy. Ahogy az Atya én bennem van, és én az Atyában, mondja Krisztus, hát maradjatok meg én bennem, ugye a szőlőtől. Tehát ott már ott vagyunk. Innen visszanézve viszont megdöbbenünk, hogy két út van. Az egyik Krisztusé. És hogyha a kereszthez érkeztél, testvér, vagy oda tartunk, akkor az az enyém. És a párhuzamos pontok megvannak, testvérek. Ott van, hogy Jézust elfogják, de a másik oldalon miért is fogták el Jézust? Értem az én bűneimért, miattam. A másik oldalon ott van, ha tényleg oda szeretnék eljutni, ahol a kereszt van, hogy én is fogságba esek. Megtörtént? Megtörtént, hogy Jézusért fogságba estem? Hogyan? Ugye ez már az én üdvösség történetem. És aztán én sem kerülhetem ki, hogy perbe fognak. Majd meg fogjuk nézni, hogy ki is perel. És életünk egyik szakaszában mennyire
semmilyen ez a per. Azt hiszük, hogy ott vagyunk, és nem. Krisztust, aki értünk perelnek, most én is per alá vonom magamat, illetve a bűneim ráterhelődnek, és megkezdődik egy olyan tárgyalás a lélekben, amely vége a halálos ítélet. És az ítélet végrehajtás, a halál és az új élet, amely a kereszten és utána történik. Pál úgy beszél előre a helyzetről, mint valami állapotról, és nem pusztán úgy, mint egy eseménynek egy pillanatáról. Hát nézzük meg ezeket az eseményeket párhuzamosan, de előtte még nézzünk amögé, hogy vajon volt-e előzménye Jézus elfogatásának. És most nem csak azokra az igehelyekre gondolok, amelynél kiderült, hogy már el kellene fogni Jézust. Az egyik legvilágosabb ilyen helyzet, éppen az ifikkel nemrég vettük, amikor Lázár föltámasztása van. Ugye Betánia és Jeruzsálem fél óra járásra. Olyan gyorsan terjed a hír. Mit csinált ez a Jézus? Föltámasztotta Lázárt? Jó, akkor nem csak őt kell megölni, hanem Lázárt is, hiszen Lázár élő, transzparense és reklámja annak, hogy van új élet. De most nem csak ezekre az igehelyekre gondolok, hanem többek között magára a Bibliára. Engem mindig megrendít az, hogy az örök Isten végtelen nagy üzenete, amit nem lehet befogni, összehúzza magát, mint amikor sokan följönnek a metróra vagy a buszra, és még egy picit odébb ülök, hogy más is elférjen, összehúzza magát Isten, hogy beleférjen az emberi szóba, a héber nyelvnek a kötöttségébe, a görög nyelvnek a kötöttségébe, ahol nincsenek olyan szavak, mint nálunk, és mégis itt van a teljessége. Hogy Isten, mielőtt még Jézust elfogják, azelőtt Isten hagyja magát fogságba esni a szóba. És Isten nem elégszik meg ennyivel, mert Isten szeret. És aki szeret, az összép húzódik. Ugye, az összép húzódik, otthon is. Hallottunk nemrég egy tanúságtételt itt, a gyülekezetben, hogy hogyan fogadott be testvér, család, csak úgy valakiket, akik távolról jöttek. Miért? Isten megigézte őket. És aki szeret, összép húzódik. És karácsony üzenete is erről szól, nem? Hogy Isten ott hagyja a nagy teljességet, és az Istenség egész teljességével azt nem spórolja ki, Istenség egész teljességével a földre jön, és lakást vesz egy emberben. Egy dologban húzódik össze, ez is olyan szép. Tehát az Istenségével nem, mert a teljes Istenségét beadja, a dicsőségéről lemond. És már is összép húzódik. És még számtalan ilyen hely van, testvérek, ahol azt tapasztaljuk, hogy Jézus még mielőtt hagyja magát elfogni, Isten, aki maga a szeretet, Isten, aki maga a szeretet, hagyja magát összép húzni. Még egyet hadd említsek meg, ha Jézus nyakába, mint ahogy most nekem az új mikrofont, oda tették volna a GPS-t, és a földgömbön, a térképen megnéznénk, hogy ő hol súrolta végig életében a területeket. Testvér, a földgömbön talán a gombostűnek sem, és túl nagy a hely, hogy kiszúrjuk azt a területet, ahol ő élt. Összehúzódik Isten, mert szeret. És ott állunk most, és mit olvasunk az írásban? Mit olvasunk az írásban? Azt olvassuk, hogy még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás. És vajon mi nekünk, mi az, ami előkészíti a mi fogságunkat?
Hát egyrészt az a szabadság, hogy mindannyiunkat Isten beleteremtette be a széles, szép világba, és azt mondta, hogy ez jó. Tehát most itt mondhatnám, hogy Levente, és jó, jó, hogy vagy. És a kukacnak is azt mondja, hogy jó, mert a teremtés helyén vagy. Csak hogy az első pillanat utántól, az első választásunktól mi magunk is fogságba ejtettük magunkat. Ahogyan Isten szeretetből esik fogságba, hogy eljöjjön értünk, úgy mi a szeretetlenségből teljes nemet mondunk, és innentől kezdve ez a föld, ahova Jézus érkezik, ez egy börtön. Ahol a sátán a börtönőr, és ahol igazából mi a bűnfogjai vagyunk. És testvérek, ez borzasztó, hogy, és persze, hogy borzasztó, hát én is tapasztaltam ezt, az óember azt gondolja, hogy ez a szabadság. Testvére, ez olyan, mintha a csillag börtönbe betennének egy jacuzzit, már bocsánat a képért, és minden két héten ott lehetne fürödni. Hát milyen jó, hogy pezseg a víz a börtönben, és ilyen jacuzzikban éltem, és élünk, amíg nem találkozunk az Úrral. Mert mi nekünk is van egy fogságunk, amiből át kell kerülni az igaziba, az Isten rabságába. És nézzük tovább. Ott áll Jézus, és azt mondja az írás, hogy még beszélt, amikor jöttek oda. Mit beszéltél, Jézus? Azt mondja Jézus, eljött az óra. Íme átadatik az emberfia a bűnösök kezére. És egy új mondat, és egy új világ. Ébredjünk, menjünk. Ugye tetszik emlékezni, hogy Jézus ott alszik a csónak végén, és Jézust keltegetik. És most fordítva van, a tanítványok elaludtak. Ébresztő, gyerünk, induljunk el. Jézus elé megy a kereszt eseményének, mert ő a Getsemáné kertben már megszenvedte, hogy kimondja az igent. És onnan ébren előre kell neki menni. És ez a fogság, amely Jézusé, ez nem olyan fogság, hogy őt utána ki lehetne szabadítani, és valamilyen tanítványok lefizetik arannyal az ottaniakat, és utána pár órára ki lehet hozni. Ez teljes fogsága Jézusnak. Vajon a mi fogságunk teljes-e? És aztán ébredjetek, menjünk, hát az én fogságba esésemmel mi a helyzet? Mindig azért jut eszembe Saulnak a története, mert van benne valami, ami, hát ami tényleg a kegyelemről szól. Ugye tetszik látni, hogy ő aztán igazán éber ember volt, fölébredt, és csinálta azt, amit leginkább meggyőződésében volt. Mit csinál? Jézus Krisztus a világ világossága. Elindul a világ világosságával ellen. És mi történik? Testvérve, ha valaki belegyalogol a napba, az elsőként megvakul, aztán meg eloxidálódik. Megvakul az a Saul, akit elvakított a saját fontossága. És utána elég a Saul. Elég, mert vége neki. Elég ennek a Saulnak, nem kell tovább élnie. Ott van az új ember. Hogyha a fogságban valahol nem történik meg egy teljes átadatás a részünkről, akkor az nem teljes fogság. Igen, Uram, nyugodtan tedd rám a te bilincseidet, csak egy picit úgy, hogy még, ha kell, ki tudjak slisszolni. Ismerjük a saját, semmire kellő történeteinket. És igen, ő éberséget kíván. Azt kívánja, hogy ráébredjünk, kicsoda ő. És talán még egy dolgot. Sokszor elgondolkoztam, hogyha Jézust keresőknek
valamiről kellene szólni, tehát érdeklődik már, de igazából még nem biztos, hogy úgy reflektált magára. Akkor előjött az Ezékiel könyve, abból két idézet, és testvérek, tegnapi napon döbbentem rá, hogy ez a két idézet körül mindig csak egyet szoktam én legalábbis emlegetni, de hogy kettő idézet együtt, mint a két lap, összeér és egymást figyelmezteti. Mit olvasunk Ezékiel 36:26-ban? Új szívet adok nektek, ismerős, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És 25 fejezettel előbb, amit én nagyon ritkán szoktam olvasni, szinte szóról szóra ugyanezt történik, és mégis másképp. Két különbség van ott, és a két különbség tulajdonképpen nem csak azt jelenti, hogy ez különbség, hanem mivel előbb volt Ezékielnél, ezért az én állapotomban is előbb volt és előbb történt, és csak azután jön, hogy új szívet adok nektek. Mi ez? Jaj, nagyon szép. Ezékiel 11:19 azt mondja, egyetlen szívet adok majd nekik, és új lelket adok majd beléjük. Tetszik elképzelni az igének a helyzetét? Itt van az Úr. És hogyha valakinek azt mondja, hogy új szívet adok nektek, ő itt van már, ő már közel van az Úrhoz. De akire azt mondja az Úr, hogy nekik, ez távolabb van is. Miért van távolabb? Azért, mert még nekik azt gondolják, hogy sok szívük van. Sok szív, sok Isten, sokféle szeretet megoldás, ugye? Ez a bálványok kora. És ez az üdvtörténet kora is, hiszen a sok Istenből jövünk az egy Istenbe. De rá kell döbbennünk az egyetlen nagy szomjunkra. És ezt nem lehet úgy, hogy mi kapirgálunk kis szemét, kis forrásokat. Rá kell döbbenni, hogy egyetlen egy szívünk van, és az az egy szívünk el van vásva. Az kő. Ha erre nem döbbenünk rá valahogyan, ha nem terhelődik ez valamiképpen ránk, igazából nem szomjazzuk azt, hogy Isten életünkben Isten legyen. Ezékiel tehát azt mondja, egy szíved van, még akkor is, ha azt gondolod, hogy sok. Olyan szép Sütő Andrásnak, ezt sem értettem, Sütő Andrásnak az Adventa Hargitán azt mondja, hogy az ember szíve pedig egyszemélyes. És nem azért egyszemélyes, mert több ember nem fér bele, hanem mert ha Isten befér, hát ki fér még oda? És honnan tudom, hogy kőszívem van? Ezt is az igéből tudom, nem tudom magamtól. Hiszen mit mond az ige? Lukács 8:12. Akiknél útfélre esik ugye az ige magva, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökeredzik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtották azt, és nem érlelnek termést. Mert az Isten igéje olyan, mint a mag, amit szór Isten, és hogyha lepottyan, akkor rögtön kigyökeredzik. Rögtön tapad, tehát motoz, hogy begyökeredzék. És mit csinál szegény, ha kő van ott? Hát nem tud semmit. Ami tehát biztos, hogy még mindig vagy köves a szívem bizonyos helyen, vagy kőszívem van, hogy milyen kapcsolatban vagyok én az igével. Jaj, de nehéz ezt kimondani. És aztán testvérek,
Van mindenféle talajképző szakkör Magyarországon, ugye itt szembe is, hogy szép lassan elkészítsük a talajunkat, ahogy azt földrajzból és biológiából tanultuk, hogy először jön a fizikai málás, aztán a kémiai, és nem folytatom. És erre megvannak a technikák, és beülünk a technika, a lelki technikákba, és talaj előkészítő szakkörökön veszünk részt, idegen az igétől. A beballott kőszívvel semmi más nem kell csinálni, mint azt, hogy kőszív kimondani, leplezetlenül, kőkeményen, mert Istennek van ereje újra éleszteni, újjáteremteni. Nézzük meg a büntetőpert, de ugye a zsidóknál tudjuk, hogy a tárgyalási szokásoknál a bűnvádi eljárásban maguk a tanúk voltak a vádhatóság. És abban az esetben, hogyha két ember ugyanazt mondja, akkor már ítélet születhet. És Jézus perében ugye az a probléma, hogy van ott sok prókátor, csak éppen semmi nem egyezik. És amikor maga a főpap középre áll, ugye ez fizikailag is a középpontjává lesz a történetnek, akkor a kérdésben egyszerre ott van Krisztusnak az áldott válasza, másrészt az a botrány, amelyet ma sem tudnak lenyelni. Ezt mindjárt megnézzük, de először pár szót a mi tárgyalásunkról. Amíg nem vagyunk megtérve, amíg Isten valahol a szívünk mélyén számunkra idegen, és szeretnénk, hogy idegen legyen, mert ez a kérdés. Addig a sátán a vádló, ő a vádhatóság, és ki a védő? Hát én vagyok, nem? Nálamnál jobb nem sikerül. És mi ez a harc? Hát ez egy kilátástalan küzdelem. Ő a sátán, aki vádol engem, én, aki a magam ügyét a magam kezébe veszem. Jaj, de csúfos vereség! És mi lesz az a pont, ahol átbillen a megtérésnek az az áldott pillanata, hogy ki lesz a vádló? Ki lesz a vádló, mert a sátánt már elzavartuk. Saját magam vagyok, magam vádhatósága. És azokat is kimondom kőkeményen a magam szemébe, kis képzavar, amelyeket soha, még máskor sem mertem volna kimondani. És olyan keményen mondom ki, hogy azt érzem, hogy nincs védőügyvédem. Szóval a bűnbánatnak van egy olyan mélysége, amikor rámomlik az egész, és azt érzem, hogy hát nincs ember, aki megmentsen. Ugye persze ember nincs, de hát Istennek is, ha van józan esze, hát nem keveredik már egy ilyen alakkal. És ez az a pillanat, ahol kiüresedik az ember, és megszólal a kegyelem. Testvér, jó, ha te vagy életed 150%-os vádhatósága, és akkor ott terem a Szentlélek, és ő ugye a Paraklétosz, aki védőügyvédünk, azt mondja, hogy igen, ez mind igaz, ezt mind elkövetted. Méltó vagy a halálra, és tudod mit? Én már rég kimondtam a halálos ítéletedet. Testvérek, tudját, biztos tetszik tudni, hogy mikor mondta ki a Jóisten a halálos ítéletünket. Ez mindig meg szokott döbbenteni. Hát az első Mózes könyvében, nem? Azt mondja, második fejezet, ezt a parancsot adja az Úr az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásnak fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ezt fölfüggesztette Isten, ezt a halálos ítéletet? Hát Krisztusban igen. De tulajdonképpen az elveszett világ folyamatos halálos ítélet alatt volt Krisztusig. És még azt nézzük meg, hogy hogyan terhelődik Krisztusra a halálos ítélet, hogy ez mit jelent számunkra,
és aztán mehetünk a keresztre. A főpap kérdése olyan hangsúlyos, ugye Jézus először nem válaszol rá, és utána fehéren, feketén kimondja, én vagyok. Te vagy a Krisztus, az áldott fia? Eddig még talán rendben is van a történet, de most Jézus olyat mond, amit ha főpap a főpap, akkor itt kinyilatkoztatás van. Talán az utolsó pillanat, hogy a főpap meghallja azt, hogy kicsoda ő. Ti meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ő felhőjén. Mit mondasz, Jézus? Miről beszélsz? Azt mondja Jézus, hogy figyelj csak a 110. Zsoltárról. Emlékezz csak, mit mond ott Dávid? Így szól az Úr az én Uramhoz. Most az Úr és az Uramhoz? Hát ki ez? Hát az Atya a Fiúhoz. Ugye ebből is már botrány volt. Ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábbalit zsámolyából teszem. És folytatja tovább, azt mondja, néped önként követ. Igaz? Hát persze. Mit mond? Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Hát Jézus még fiatal. Hát 33 éves, nem? És utána mit mond? Megint belehelyezi Jézust. Ugye nem szoktuk tovább olvasni a zsoltárokat. Belehelyezi Jézust abba, amit a főpapnak nagyon kellene tudnia. Azt mondja, megesküdött az Úr, nem bánja meg. Ez egy végleges dolog. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Én nem a szolgálati papsághoz tartozom. Engem az Atya küldött egy egész más papsággal, mert én leszek az áldozat, és én leszek az, aki föláldozódik. A pap, az áldozat, az oltár, minden, mert én vagyok Krisztus. És idézi Dániel könyvét is, a következőt, Dániel 7.13. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki, áldott valaki, az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá, az Atya ott ül a trónon, és vezetik oda az emberfiát. És mit mond ez az ős öreg, az Atya? Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki. Nem most fog, már adatott. Hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Testvér, nem az a baj, hogy nem értette a főpap, hogy mit mond Jézus. Ha odáig lett volna az üzenet, hogy mi szükségünk van még tanúkra, mit mond a keresztény? Hát mi szükségünk van még tanúkra? Hát itt az írás. Ott van Jézus, hogy ő a proféciát beteljesíti. Ezen a ponton elválik. Mit mond a főpap? Mi a következtetése? Mi szükségünk van még tanúkra? Ti is hallottátok, hogy ez káromkodik. És most jön a demokrata. Azért ez is, hogy a sátán, ez is. Azt mondja, hogy mit mond? Azt mondja, mi szükségünk van még tanúkra? Mi a ti véleményetek? Jaj, de kedves! Mondjatok már véleményt! Szavazzuk le már ezt a Jézust innen Európából, nem? Kereszteket tegyük ki az iskolákból, mert zavar, mert valahol, ha szint van ez a Jézus, és megmondta, kicsoda ő, egyértelműen, hogy csak egy messiás van, az én szívem messiása, az Úr, akkor az nem kell. De nekünk igen. Mert nekem az életem semmire kellő, ha nem övé a vég. És leköpdösik az arcát. A legnagyobb megvetések egyike, nem szoktuk ezt olvasni, Mózes 4. könyve 12-14, itt apákról van szó, ez nagyon kemény, azt mondja, törvény. Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, ha csak az apja köpte volna is arcul, akkor is szégyenkeznie kell, 7 napig zárják ki a közösségből. Hát
ez nagyon kemény. Azt mondja Jób, ugye, Jobból már a megváltó beszél, és most ezek gúnyolódnak rajtam, ott vagyunk a keresztnél. Ezek fecsegnek rólam, utálkozva távolodnak el tőlem, és nem átallanak arcul köpni. Azt mondja Krisztus Ézsaiás 50-től, az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Hát ez is szól, hogy én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam ki, bocsánat itt meg, de hát nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés előtt, mint utolsó a megaláztatásban. És aztán az én halálos ítéletem, csak egy zsoltársort olvasok föl még, mert hogy mennyire igaz az, hogyha mi ránk terhelődik a bűn, akkor nincs más menekvésünk, csak az a kereszt, ahol Krisztus ott van, és ahol engem is hív, hogy hallj meg magadnak, legyen már új életed, valljad már be, hogy a semmire kellő, sokszínű, egyszínű életedben, egyetlen egy szívedben, és a szomjas, és az egy csenevész, kődarab, akkor bevallja az ember, és még Zsoltárnál tantunk az Ószövetségben, 149. Zsoltár 8. verstől, mit vall be, én is ezt vallom be, hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az életváltsága, hogy végképp le kell tennie arról, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Ha nekem lenne örök életem, és reggeltől estig szenvednék, semmit nem ér, ha Krisztus szenvedésébe nem találtam otthont. Perbeszéd Krisztusról, én értem. Perbe fog engem a saját életemnek semmire kellősége, Krisztusért. Tárgyalás van, amely kemény, Krisztusban semmit nem találtak. Miért? Mert minden bűnt odahoztak. Hát akkor nála semmi sincs. Kiderült, hogy én terhelnek az én bűneim, és utána megszületik a halálos ítélet, méltó vagy a halálra, hallj meg, lehetőleg már tegnap, kezdj új életet, mert nélkülem semmit sem tehettek. Énekeljük imádságos szívvel a 100. énekünket, Jézusomnak kínjai, ha nézem, bánat tölt el, s fájdalom, 100. énekünk.
Most hajtsuk meg fejünket imádságra, és mondjuk el Urunknak mindazt, ami bennünk van, mondjuk el azt, amivel még tartozunk, azt, amit neki köszönhetünk, és akinek hangos imádsága lesz, azt kérem a testvérektől, hogy egy-két mondatban fohászkodjon az Úrhoz. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Amen. Köszönöm, mennyi Atyám, hogy érettem, helyettem, és miattam is a keresztre kerültél. Így áldva és magad valóra érted. Amen. Drága Jézus, köszönöm, hogy értem is lehajoltál. Értettelen voltam erre a dologra, és mégis megtetted. Köszönöm, hogy az én bűnömet is fölvitted a keresztre. Vállaltad a kínzatást, és végül a kereszt halál. Amen. Amikor beléptem én is ebbe a hajlékba, mint a valóság lett volna az életíró, amit elmondott, a keresztvához megyek, és ott volt előttem a kereszt, láttam őt, és köszönöm, hogy sokkal több az, mint csak látni őt, és vele együtt meghaltam, és vele együtt meg lehet halni, lehet új életet kezdeni, és ezért hálás vagyok én is. Amen. 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 Úr Jézus, megköszönöm te néked, hogy tudatosan vállaltad a szenvedést, a megaláztatást, a halált. Egy megváltója van a világnak, és az elég az egész világ emberiség bűneinek eltöltésére. A te véged, köszönöm, hogy közöttük lehetek, a megváltozás. Segíts, hogy a szívemet úgy adjam őket, hogy a kő ne maradjon soha egy szikrányos felszívemben. Lakjál ott van Jézus, hogy élő megváltó Jézus felszívemben. Amen. 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 Úr Jézus, köszönöm, hogy te vagy az én védő ügyvédőm, és köszönöm neked, hogy nincsen semmi változtató ítélet ellenem, mert te meghaltál a keresztfán és virágra árat fizettél, azért, hogy szabad legyek. Köszönöm neked ezt. Amen. Amen. Úr Jézusom, köszönöm neked azt, hogy az én utam és a te utad a keresztnél összeért. Köszönöm azt, hogy te meghaltál bűneimért. Köszönöm azt is, hogy ott a keresztnél az én jó emberem is meghaltatok. Köszönöm, hogy te vagy képes új szívet adni. Áldás vagyok ezért neked mindenben. Amen. 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 Amen.
Amen. Úr Jézusom, hálát adok, hogy új szívet teremtettél. De te is nagyon jól látod, sokszor én nem is veszem észre, hogy azért gyülekeznek benne a kavicsok. És van úgy, hogy igéd, amit adsz, az nem tud mégsem szívem gyökerezni, mert bizony már megint és újra oda kell mennem keresztfádhoz, átadni önmagam, szívemet, bűneimet, hiszen mindegyik csak te nálad van igazi jó helyén. Legyél ma velünk, legyél egész életünkkel, legyél azokkal, akik még keresnek téged, hogy rád találjanak, hiszen te már rájuk találtál, odaadják szívüket, és új életet kapjanak. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünk végén. Hagyományaink szerint a mai napon nem fogunk persejezni, gondolunk az Úr Jézus megváltására. Hirdetéseket szeretném mondani. Ma délután 6 órakor lesz ismét Isten tisztelet közösségben. Vasárnapi alkalmaink 9 órakor lesz ima óránk, 10 órakor Isten tisztelet, és este, vagy hát most már délután 5 órakor Isten tisztelet vasárnap. El ne felejtsük, hogy vasárnap át kell állítani az órát, tehát ha ide szeretnénk érni ima órára, akkor az 8 óra. Húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor lesz Isten tisztelet, Ricsovinyi Róbert testvérünk hirdeti az igét. Április 7-én úrvacsorai Isten tiszteletünk lesz, utána tagfelvétel, 14-én szintén tagfelvételünk lesz, hála Istennek, hogy nem férünk be egy alkalomba, és áldott ünnepeink is április 21-e vasárnap és 28-a bemerítés. Imádkozzunk értük, és mindazokért, akik talán ott vannak a szomszédságunkban, és néhány szót szoktunk velük váltani, de nekik ez a nap, ez valahol még nem került a helyére. Záró énekünkben ismét az Urat szólítsuk, és ehhez álljunk is föl. Fáradtan, bűnbe esve 178-as énekünket énekeljük. Thank you.
maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Az Úr közel.